Az ERV ZRT a közelgő víz világnapjához kötődően nagyszabású dolgozói véradással tevőlegesen kívánta felhívni a figyelmet az élethez nélkülözhetetlen, víz és a gyógyászatban mással nem helyettesíthető életmentő vér fontosságára. Az évente több alkalommal megrendezett céges véradás már sok évtizedes hagyományra tekint vissza az ERV ZRT-nél. A kollektíva tagjai között vannak olyan munkavállalók, akik már 100 alkalommal adtak vért, de az újonnan érkező dolgozók is szívesen csatlakoztak a rendszeres akcióhoz. A cég alkalmazottjai szívesen vettek részt a vízvilágnapi véradáson. Víz a vezetékekbe, vérözelekbe jelmondat mentén már régóta szervezünk véradásokat. A kollégák nagyon lelkesek és tényleg különösebb rábeszélés nélkül részt vesznek ezen akciókban. Nagyon fontosnak érzik azt, hogy a társadalomban nem csak a szolgáltatásunk révén vagyunk jelen, hanem egyéb kezdeményezésekben is próbálunk segíteni. És tudjuk nagyon jól, hogy a vér az egyik legfontosabb a gyógyászatban, mind a gyógyszeripar tekintetében, mind pedig a műtétek során az életmentésben. És gyakorlatilag az ERV az életmentés, az életminőség javítása mellett kötelezte el magát, ha már társadalmi felelősségvállásról van szó, és ebben a kollégák abszolút partnerek, amit ezúton is köszönök nekik. A Víz Világnapja alkalmából szervezett önkéntes dolgozói véradással párhuzamosan elsősegélynyújtó tanfolyamot is tartottak a munkavállalóknak a nagyvállalat Kazincbarcikai, Ózdi úti telephelyén a Vörös Keresztesek. Bemutatták a résztvevőknek azokat a fogásokat, tennivalókat, amelyek alkalmazásával akár életet is menthetnek egy váratlan helyzetben. Amit ma meg fogunk mutatni, ez egy pár alapműfogás, amivel akár hétköznapi hősökké is válhatunk, hisz nem tudjuk azt, hogy kit mikor fog baleset, baj érni. Amikor majd szervezett oktatás keretében fogunk itt megjelenni az ERV ZRT-nél, akkor egy picit mélyebbre terjedő lesz ez az elsősegélynyújtás oktatás. Mind a munkahelyre specifikusan jellemző eseteket fogunk megbeszélni, mind pedig ugye a hétköznapokban. Tehát nem tudjuk tényleg azt, hogy kit mikor fog baleset érni, létráról leesni, belelépni egy gödörbe, esetleg egy gépkocsi baleset áldozatával fog találkozni. Tehát megpróbáljuk felkészíteni az embereket arra, hogy az élet bármelyik pontján helyt tudjanak állni. A Magyar Vöröskereszt 1881-es megalakulása óta folyamatosan részt vesz önkéntes elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezésében. A szervezet kiemelt szerepet vállal abban, hogy Magyarországon minél több ember elsajátítsa a szakszerű elsősegélynyújtás és életmentés módszereit, és egyre több igény fogalmazódjon meg arra, hogy akarjunk, merjünk és szakszerűen képesek is legyünk segíteni a bajba jutottakon. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT továbbra is arra törekszik, hogy a szolgáltatási területén tevékenykedő vöröskeresztes szakmai szervezetekkel együttműködve a jövőben is hasonló események szervezésével erősítse a társaság társadalmi felelősségvállalását.